Emigré úr, vissza kell vinni az MLS-nek a kupát. Hát vigyék, vigyék. Jó napot, győztesek! Hát ennyi volt. Most vitték el azt a trófeát, amit múlt évben, május 27-én kaptuk, amikor megnyertük a magyar bajnokságot. Sajnos ebben az évben valami más helyen fogják ezt a kupát őrizni, vagy Ferencvárosban, 9. kerületben, vagy pedig Székesfehérváron a Videotonban. De mindegy, tudjuk, hogy egy helyen nem fogják, és az pedig Kispesten. Fáj a szívem, de fájó szívvel vissza kellett adni a kupát az MLS-nek, hiszen most szépen kifényesítik, majd a következő bajnoknak odaadják. Hát nem voltnak túl sok sikerélményem a hétvégén. Először ugye az történt, hogy a Debrecennel játszottunk a Bozsik stadionban, és 3-1-es vereséget szenvedtünk. Mi a statisztika szerint 18-szor lőttünk kapura. A statisztika szerint ők 4-szer. A 4-ből ők 3-szor betaláltak, a 18-ból mi 1-szer. Szóval mondaná valaki, hogy mi megérdemeltük volna a 3 pontot, dehogyis. Az érdemli meg a 3 pontot, aki több gólt lő. Sokszor hallom, hogy mi jobban játszottunk, szebben játszottunk, megérdemeltünk volna, meg ha nem játszik, különben is a labdarúgásban. De Debrecen belőtt 3 gólt, mi 1-et, megérdemelten vitték el a 3 pontot. Persze, ez nehezebbé teszi a mi feladatunkat, hogy megszerezzük a bronzot, bronzérmet, hiszen most már az Újpest, a Debrecen és a Paks is bejelentkezett a bronzéremért, hogy 4-en vagyunk ott, abból csak a 4-ből csak 1 lehet 3. Hát sajnálom, de ez így van. Meg fogjuk próbálni azért megszerezni a 3. a nemzetközi indulást, nemzetkupákban való indulást jelentő helyet. Ez fontos lenne nekünk. Érdekes dolgot láttam az elmúlt hetekben, és pedig az, hogy véleményem szerint a játékvezetők nem kellőképpen védik a nagyon jó csatárokat. És most nem csak Lanza Fámerről beszélek, vagy esetleg Lazovicsról a Vidinél, vagy másokról, hanem azokról a technikás csatárokról, akiket kicsit védeni kellene a játékvezetőknek, mert nagyon sok szabálytalanság, taktikai és másféle szabálytalanság van ellenük, követnek el ellenük. És ez egy probléma. Szerintem ezek értékes játékosok, ők nagyon nagy szükség van rájuk, hogy a magyar labdarúgásban fejlődés legyen, és ezért kicsit több védelmet kellene adni nekik. Nagy örömömre az utánpótlás csapatunk a kiemelt bajnokságban, az U16-os csapatunk már meg is nyerte a bajnokságot. Gratulálok nekik és a fiúknak, és Farkas Tibornak, a csapat edzőjének. Ez egy nagyszerű dolog. Nem a bajnokság megnyerése fontos, hanem az, hogy csodálatosan játszottak, és az, hogy ezekből a gyerekekből lesz majd a jövő Budapest honvédje. Reméljük, hogy ezt az évet jól fejezzük be. Jövő év, amiről majd beszélek egy másik blogban, egy nehéz év lett, mert új csapat lesz, mert új csapatot kell építenünk. Az elmúlt 2-3 évben kicsit kényelmesek lettünk, mert sikerült egyben tartani a csapatot, hoztunk 2-3 új játékost, de nagyjából ugyanaz a csapat játszott. Most szerződések lejárásával, azzal, hogy játékosok elmennek, bizony egy új csapatot kell építenünk majd júliustól. Hát dolgozunk rajta, ez egy nehéz feladat lesz, mint minden csapatépítés. Nagyon nehéz jó játékosokat szerezni egy meghatározott büdzsével, és azokat itt tartani, akik bizony a csapatot felépítették, akik a sikereket hozták. Na, ennyi mára, minden jót, George Hemingway voltam.